Sziasztok! A kombány takarítás után eljöttünk egy kis kukoricát vágni. Ugye éltem a teherautóval, de ugye Attila egy kicsit korábban előbb indult, mert ugye nekem a platót le kellett söpörnöm, le kellett takarítani. Hát meg mire itt az 51-esen én átjöttem, addigra Attila már már jó benn volt a földnek a közepén. Én most megmondom nektek őszintén, hogy nem is tudom, hogy ezen az oldalt jön-e vissza, vagy a másik oldalt. Hatalmas a forgalom, pedig még csak 12:30 van. De valami brutál. Úgyhogy szerintem vígan álltam 10 percet az átjáróba, míg át tudtam jönni. Megnézzük Attilát a... hogy ezen az oldalon jönne. Hát itt azért van ilyen nagyon bután vágva, mert a szomszéd föld, de aki a szomszéd földet műveli, ugye itt kukorica volt, lehet is látni. Aztán belesilózott 6 sorral a milyenkébe, és ugye GPS vetőgéppel van vetve, azt ilyen srévíz a vén miénkbe jött bele, vagy én nem tudom mit csinált. Mindegy, Attila meg a emberke lerendezte. Nem arról van szó, csak most ilyen hülye módon jön ki. Úgyhogy ezt nekünk majd valahogy majd ki kell egyenesíteni. Lehet, hogy csak 3-4 sorral fogunk tudni majd végig menni. Azt utána tudunk normális asztalfogással aratni. Nem is látom Attila egy gyerekek. Ez az oldalt se jön. Ja, úgyhogy az emberke is belátta, hogy lesilózott a mi kukoricánkból jó pár száz métert, 6 sorral. Aztán meg volt olyan sor, komplett sor, ami le se volt vágva, gyerekek, csak el volt. Tehát el le volt csak taposva, és ott van rajta a kukorica, de ugye nem bírja a kombány felszedni, mert már szét van taposva. Na, ról már. Mögöttem csak zúgnak az autók. Oda nézzetek, hogy porol. Ez biztos, hogy száraz. Ez nem lesz egy milyen hosszú videó, de megígértem, hogy csinálok nektek az aratásról is videót, hogy kijövünk aratni. Ez a vége volt, így végig, ez a vége volt víz alatt. Ugye itt úsztak a hattyúk, meg a kacsák. Halljátok, hogy csörög? Száraz. Jó lesz ez. Hoppá! Földbe maradt csutka, meg kemény. Vagy mi a szár? Tök jó.
lesz ez, gyerekek. Hát az előző videót elég jól előkörködtük Attilával, de hát jó volt, megmondom őszintén, jól esett a szívni egy kicsit a vérét. De hát mi csak ilyenek vagyunk, így egymás között. Autóforgalom 1000-re. Nem tudom, hanyadik kamion ment már itt. Hihetetlen mennyiségű forgalmat lebonyolít az az 51-es. Délután meg úgy be van állva, mint a ar. Úgyhogy azért jöttünk most ki, mert itt 3 óra után itt mi nem jövünk át az átjárón, tehát itt az úton, itt nem jövünk át. Mert itt autó-autó hátát ér, tehát itt nem jöttök át. Ugye mindenki ideges, mindenki haza akar jutni, mindenki menne, és ilyenkor nem nagyon engedékenyek ám az emberek. Reggel ugyanez van. Sajnos reggel mi az 510-esen megyünk. Ugye az iskolánál áll a sor, mivel a két, ugye mi nagy község vagyunk, de mellettünk lévő helység az város. És csinálnak így a mi meg a másik helység között egy bicikli utat, aztán most teljes katasztrófa van. Ugye fél út zár, úgy csak lámpa irányítja a forgalmat, úgyhogy reggel nálunk is olyan, de olyan dugó van. És látom az embereken, hogy rohadtul nem tetszik nekik, de hát most mit tudunk csinálni? Korábban kell kelni legalább 2 órával, hogy beérjél rendes időben a munkahelyedre. Ma is ott álltunk 15 percet a sorba, és nem haladtunk csak max 20 métert. Azért az már durva, gyerekek. Na ugye az utcákból jönnek ki az autók, ők is ki akarnak kanyarodni, de akkor már jött a duda, hogy na, majdnem egymásba mentek, mert ugye aki ki akar kanyarodni, az csak dugdossa ki fele az órát, aki meg ugye a sorba áll, az meg nem akarja kiengedni, azt így majdnem sikerült összemenni így reggel az két autónak, aztán nyomták ám a dudát. De hát, igen, nem egyszerű dolog. Kukoricaasztalt is lezsíroztuk, mind a két oldalt feszítettünk egy kicsit a láncon. Meg van rakva valamivel, vagy meg van vágva, például kukoricával.
felém fúj a szél, úgyhogy átmegyek a másik oldalra. Mert hát mindjárt menni kell a gyerekért, és nem nagyon szeretnék tiszta fejbe lenni. Meglátjuk, hogy mennyit aratott apuka. Bement az autó. Kombány kerekétől jött ki. Kis genya! Új, ráró, ráró! Ha nem élem, hogy elszaladt messzire. Én rühellem az ilyen dögöket. Biztos jól él itt a kukoricásba. Abba reménykedem, hogy nem a kocsim van. Nem mászott föl. Én is azt mondtam, hogy remélem, hogy nem mászott föl. Elég lesz? Bőven, még sok is. Franc megette ezt a dögöt. Mondom őszintén, ilyet is ritkán láttam. Én biztos a kedvén, ne nyissam fel a motor. Hogy is föl? A háztetőt. Na.
kurva anyját, kijövök. Opa, bocsánat. Kijövök. Tisztességesen, izé, állatmentesen. És erre remélem nem viszek haza egy ilyen rákcsálót. Na mindegy. Majd menet közben elhagyjuk. Reménykedünk benne. Itt nálunk, akik már elvetették a rost, annak már ilyen szépen kell. Látjátok, milyen szépen kell itt mifelénk már a rozs? Itt meg még áll a víz, úgyhogy próbálok itt a szélén menni, mert ez is ilyen rohadt csúszós talaj, aztán nem szeretnék elakadni. Na, úgyhogy most megyünk hazafele, aztán öltözünk gyorsan, és megyünk az öcsiért. Úgyhogy ennyi lett volna a kukoricaharatós videónk. De előtte nézzétek meg a kombány takarításos videót is, ahol tényleg nem voltunk normálisak, szívtuk egymás vérét Attilával. De én megmondom őszintén, annyit, de annyit röhögtem, hogy már fájt a hasam. Úgyhogy nekem jól telt a reggelem. Vidáman jól telt, úgyhogy mi baj lehet? Este megkapom a büntetést, az jól van. Ennyi. Na, puszi nektek. Sziasztok. Csatlakozzatok, iratkozzatok fel. Lájkoljatok, kommenteljetek. Puszika nektek. Sziasztok.